Sziasztok, én Peti vagyok, és ma egy újabb World of Tanks-es videóval jelentkezem nektek, aminek főszereplője nem lesz más, mint a KV2. Na kis ki ez a KV2, mi is ez a KV2? Nem tudom, miért beszélek igazából a KV2-ről, mert szeretném elmondani, hogy mi ez a tank. Ez úgyis mindenki ismeri. Aki legalábbis játszott hatos szinten a játékkal, biztos, hogy találkozott már KV2-vel, és biztos vagyok benne, hogy találkozott kv és az a KV2 úgy hogy meghalt egy lövéstől. Ugyanis a KV2 erről szól. A KV2-nek van egy 152 mm-es robbanóágyúja. Jó, lehet használni rajta a 107 mm-es ágyút is, de azzal igazából ez a tank hasztalon és használhatatlan. Ezért mindenki, akinek van egy kis józan esze, és szeretné megtrókodni a világot maga körül, a 152 mm-es ágyút használja. Na de miért? A 152 mm-esnek van egy robbanó lőszere. Általában az emberek ezt használják, mert nagyon durva dolgokat lehet vele végezni, mint láthatjátok 86 os átütése van, és 910-et sebez, ha átüt. Nem nagyon szokott átütni, bárha kisebbekkel találkozunk, mint ahogy ebben a csatában itt át lehet ütni, még a robbanóval is. És hát gyakorlatilag az ellenség nagyja egy lövést tud lenni ennek a tangnak. Na de van ápélőszerünk is, aminek az átütése... átütése Nehéz szó az átütés. Fölmegy 110-ig és 700-as sebzés. Oké, okay, csökken ez a sebzés, de meglátjátok, hogy azért ezzel a 700 is lehet szép dolgokat végezni. És van prémium lőszerünk, ami igazából tökéletesen haszontalan véleményem szerint, mert minek? Igazából, hogyha ez a tank bekerül egy 8-as csatába, mert szokott, akkor is teljesen fölösleges a prémium lőszer. 136-ra megy fel az átütés, és most az mi. 20-szal lesz több. Wow, sokkal rá nem megyünk azzal. Sőt, még 20 is. Ja, Jó, oké. Számolni, azt meg majd egyszer megtanulok. Hogy 8-as csatában vagyunk, betöltjük a robbanót, és így is ilyes 3 akra simán lehet 3-400-akat sebezgetni vele. Hát, igen. Mondjuk, nem is tudom, miért beszél ennyit a kv 2 ről Inkább nézzük meg ezt a visszajátszást, és szerintem, akik ismerik a kv 2-t, tudják, mi fog történni ebbe a visszajátszásba. De nem spoilerezek el semmit. Na de, milyen a csata? Mi van a csatában? Hatos szintű csatát kaptunk, ami a KV2-nek hihetetlenül jó. A KV2 ennél jobb csatát nem is kaphat. Gyakorlatilag nézzetek végig. Alig vannak hatosok. Na jó, azért van egy pár. Ötösök vannak, és még négyesek is vannak. Vannak macildák. Majd, majd, róluk majd még beszélek. Így a csata vége felé. És szakaszba jöttem be, kedves barátom, a játékban csak József hány néven van, de amúgy csak kis kaptam is már tőle pár visszajátszást, meg is találtjátok a csatornámon. Tőle kaptam annó a KV2 20-as visszajátszást, meg az spc s visszajátszást. Um, azok is jó kis visszajátszások voltak. Na de, nézzük a csatát. Elindultam, ugye Cliffen vagyunk. Az az Cliff, igen, tényleg, ez Cliff, ez Cliff. Jó, Cliffen vagyunk, és gondoltam, elindulok a Heavy Line-on, ami ugye itt a domb alatt, vagy hát domb, a hegy alatt körbe menni, és áttörni és megölni mindenkit de azért közben figyelek középre, hogy talán megjelenik valaki, akkor így ilyen jólósátot ellövök, mert ez a tank nagyon szereti a jolósátokat, és nagyon beszokta adni őket. Volt már olyan, magsebessége, helyről lefele gurulva, 50, 50, volt a 150 is, 150 méterről telében menet közben belőttem egy gyereket, full életről elvittem. Sőt, volt egy csatám kettővel ezelőtt, igen, kettővel ezelőtt, hogy egy AMX CDC-t, ume, ume, mi van velem, mert nem tudok ma beszélni, mindegy, ami ugye egy 8-as szintű Premium közepes tank, jó páncél, semmi nincs, így 1014 élet, hogy puf, egy lövés, elvittem robbanóval, szóval érzékeltetem, rá most próbálom, hogy ez a tank azért eléggé érdekes dolgokra képes. Na de itt elindultam, közben látom, hogy kis bajban van, ezért elindulok visszafelé, hogy megmentsem ott az AC4-től, ugye az AC4 az az új ausztrál, hát igazából a játékban jó angol, de amúgy egy ausztrál tank, ami kifejezetten érdekes tank, igazából egy Sherman Firefly, csak egy, van rajta egy péló. És ez lett tök hülye hangzik, de ez igazság, van rajta egy péló, nézzétek meg, akkor nem hisztek nekem. Komolyan. Na de, első lövés, 702 átment az AP lőszer. persze, hogy átment egyértelmű 110 az oldalán, simán bármikor. 702, egy iciri picirivel több, mint az átlag. És ez egy jó alkalom volt kisnek arra, hogy megint kilt nyúljon tőlem, mert kis nagyon szeret kilt nyúlni. Ez a specialitása. Rossz, mint Cumberland. De komolyan? Na mindegy, haladjunk tovább, menjünk a csatával. Nézem ezt kávé t mondom, miért nem látom? Szóval rájövök, hogy ja, előttem van egy roncs. Hoppa. Kiállok, várom a kávé t Talán kijön, talán kijön. Na, kijön. Ott van valahol. Várom, várom. Nem. Nem jön ki. Csak a kamion megy el a ház előtt. Jó, no, van mindegy milyen jó, hogy itt történnek dolgok még körülöttem is. Közben ki is megöl egy Cseffit, aki a hegyről leesett, itt volt, legurult a hegyről, és eljött idáig, és kis lelőtte. Milyen érdekes, nem? No, a, még mindig várom a KV2-t, igazából teljesen fölöslegesen várom a kv 2 nem fog kijönni elém, és ezt meg is látom, és közben attól félek, hogy a KV85, aki itt van tőlem balra, le fog támadni, de a KV85 nem csinál semmit, ahogy ezt megláthatjátok, csak ott áll és néz. És nem spotolt fel, ami fura, mert ugye a kv 2 nek semmi komolyan nincs, próbálok gyenge pontra lőni, és Pff, esélyen volt, telibb átment az elején. és sajnos ez nagyon kicsi lövés volt, lehetett volna sokkal több is, de úgy tűnik RNG Jesus most nem akarta megadni nekem. Itt most kicsit bepánikoltam, mert három arti van. Szóval három arti. És KV2 nem tűri túl jól az artikat, sajnos. De úgy tűnik, sikerült, úgy tűnik, hát igen, sikerült bemennem a kő mögé, ami egy jó ötlet volt, atya úristen, is csak egy és, még egy artőrös. Na erről beszéltem, ha van három arti és egy kávé vagy, akkor telibe. Az összes arti téged fog lőni, ez mindig így van. Na itt gondoltam, hogy a kávé 85 után, de kis megmondta, hogy jó, ja, ez jön jól van, akkor elindul utána. És én meg itt szépen aranyosan nézegetem, próbálom megmenteni a csapatomat az ojtól de látom az olyval azért elvannak. inkább ezt a kávé kettőt, mert azért a kávé kettő jó játékos és meg kéne ölni, ami sikerül is oldalában 610, -en. szia kávé 2, cica. Ciza 007, nem Cica. Na itt megláttuk, hogy a csúcs, te hárma maradtunk, én is meg egy Orti. Mondom, kisnek easy, lehozzuk, semmi esélyük. Full életem vagyok egy kávé kettővel, és még talán ő is majdnem full életem van, igazából csak el kell kapni azt, hogy 85 is nyertünk. Statisztikailag is sokkal nagyobb előnyünk van, ami itt mindjárt meg is mutatkozik. Az olyan ott bújik a bokorba. És eljövök, ide, és az oly nem vágja. Az oly nem. Célzok, célzok, célzok. És mellélő, a oh, Istenem. Igen, a kv 2 A pontosság, a halálos. Jó, persze. Még pontos is lenne, ott annyira OP lenne ez a tank, hogy ez hihetetlen. Így is sokan azt mondják, nagyon OP, pedig igazából nem az. Itt megpróbáltam megtrükközni az oit. csak hogy azt higgye, amíg spotol vagyok, hogy elmegyek balra, és be is vette a gyerek, telibe. Én meg megjelentem itt, ő már kezdi sejteni, hogy ajaj, itt valami baj van, de mire rájön, késő. Na, ketten maradtunk, itt mondtam viccesen kisnek, hogy kis, gyerünk, halljál meg, hallod? Kéne nekem egy kolobanok de azért inkább, inkább, ne, inkább maradjon életben, azért ketten, öt ellen kicsit több az esélyünk, főleg, hogy szakaszban vagyunk, és hát ebből még akár, akármi történhet. Bármikor akármi történhet, jó, ennek nincs, nem volt csak értelmeden, de mindegy értitek a lényeget. Szóval, kis három killen, én két killen vagyok, 2080-es és ez már magában egy egész jó kör a kv 2 be sőt, szerintem ez egy tök jó kör egy kv 2 be Én inkább elindultam Artikra vadászni, a Matilda itt volt utoljára spotolva. Na hát itt gondoltam, hogy hol a Matilda talán itt bujik, de akkor észrevettem volna. És nem. Gondoltam, mindegy, akkor Matilda valahol elbújt, fél, vagy valamit csinál. Közben kisnek megmondtam, hogy kis, gyere már vissza. És ott a Matilda. A Matildát felspotoltam, és nem spotoltam föl, csak úgy gondolom, hogy itt van valahol, de közben jönnek a problémák, ami azt jelenti, hogy sajnos kisnek valahol itt a környéken most elment a nete. És ez azt jelenti, hogy én itt most kicsit bajban vagyok, mivel egy Matilda szaladt felém, két arti folyamatosan figyel, és kaptam is tőlük elég keményen, az M44-től ugye 245-öt, a Bicsgen nem tud nagyot sebezni, de viszont gyorsan tud 50-eket sebezni, ami végül is hamar meg tud ölni és kapuk még egyet az M44-től, közben a Bizsgán felszpotoltatja magát, mert, mert szegény buta, és megjelenik a Matilda gyors, felrakom a láncot, próbálok sidescrape de sajnos a Matildának ugye 121-es átütése van, ami hát nem túl hasznos a KV2 páncélja, a KV2-nek nem olyan jó a páncélja, mint például a KV1-nek. És sajnos, igen, az Arti kivégez a Matilda támogatásával, és kis most tudott csak visszatérni a csatába, így viszont ő egyedül már könnyen el tudja intézni a Matildát, és már csak az Artit kell megtalálnia. Megmutattam neki, hogy a 1 van az Arti, mert hát máshol nem is lehet. És így kisnek kell megnyerni ezt a csatát. Fel is az Arti, az Arti lő rövidet. Itt megmondtam kisnek, hogy nyugi, nem kell mozogni, nem kell összeugrálni, 20 másodperc, bármikor lelőd. És, bum, meg is van. Igazából le is hoztuk ezt a csatát így ketten én is kis kisnek 6 kill, csak már azért már kikresselt és lefagyott. Igazából ezért, ezért tudott összeszedni 6 kilt. Na mindegy, én nekem sikerült összeszednem 4 kilt a kv 2 vel és 2485 sebzést. Ez igazából ebben a csatában egy nagy kaliber volt, hát ami nem lepődök meg, ugye a csata elején lévő ilyen 6-700-as lövések azért, azért megtették a dolgokat, és a végén is azért sikerült kitisztítanom két artit, ami azért nem túl rossz, és ami tök ironikus, hogy egy Matilda végzett ki. A talán legkisebb tank, ami a legkevésbé veszélyes, gondolná az ember. Ki tudta végezni az a legnagyobb tankot a csatában, szóval igen, ez így kicsit érdekes volt. Na de, ó, mielőtt elfelejtem, KV-2. Ugye a KV-2, ha szeretnétek látni, egy nagyon humoros, és nagyon ügyes és okosan megcsinált bemutatót a KV2-ről, akkor kattintsatok a most megjelenő kis linkre, videóra, mert ugyanis kisbarátom elkezdett ismerkedni a Youtube-bal, mint videózással, és elkezdett készíteni kis, rövid, aranyos, fotos videókat, amikben tankokat próbál meg, próbál meg, hát nem is megpróbálja be, és mutatja őket. És nem olyan régen, talán tegnap készített a KV2-ről egy nagyon jó és nagyon jól bemutató kis bemutatót. Bemutató, bemutatót. Ezt, ezt nagyon jól megmondtam. Ezt nem tudom, ezek, ez, 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 ezek, a csodás szókapcsolatok, amik ma jönnek nekem, egyszerűen hihetetlen. Na jól van, mindegy, nem is húzom tovább az időtöket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha szeretnétek látni tőlem még több World of tanks videót, akkor nyomjatok egy lájkot a videó alá. És hogyha szeretnétek megnézni a régebbi World of Tanks-es videóimat, akkor kattintsatok a videó jobb felső sarkában, most megjelenik is i betűre. Igérem, nem bánjátok meg. Igazából kb. hasonló minőséget várjatok, mert így, ja, ez ilyen. Na mindegy. Szóval, és hogyha van valami nagyon epik, nagyon király és nagyon jó visszajátszástok, amit szeretnétek viszont látni az interneten, igazából pontosabban az én csatornámon, akkor nyugodtan küldjétek el a visszajátszás Votreplace-es linkét ide le a videó leírásában, vagy ha úgy nektek kényelmesebb, akkor nyugodtan elküldhetitek az e-mail címemre, ami a 153hokukacgmail.com. Igazából ezt is leírom a leírásba, csak kell valakinek. Nyugodtan dobtok egy e-mailt, írjátok bele a tárgyba azt, hogy VOT, vagy VOT replay, vagy ilyenek. Igazából észre fogom venni, mert azért annyi e-mailt nem kap az ember, és igazából a legtöbb e-mailt, amit kapok, azt is ilyen szar botoktól kapom, és reklám. Szóval észreveszem, hogyha küldök egy e-mailt, amiben benne van egy visszajátszás. Tegyetek bele a visszajátszásokat, és írjatok egy pár szót róla, hogy azért, azért tudjam, mire számít csak. Értitek? Na no, de én ezzel megköszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, jöhetnek a körvégi stattok, én Peti voltam, sziasztok!